Már csak néhány perc van 6 óráig. Lassan mindenki megérkezik a próbára. A tagok a hétfő estékre nem szerveznek más programot. A szigorúan a zeneiskoláé és a kórusé. 1977-ben alakult, idén kerek évfordulót ünnepelnek. Szentes nem csak legpatinásabb, legnépesebb kórusa is egyben. Közel 50-en énekelnek a világhírű zenetudósról elnevezett együttesben. A vegyes kar megalapítója, motorja és karnagya is egyben Nagy János címzetes igazgató, Szegvár és Szentes díszpolgára. A szentesi zenei élet, bár ő ezt tagadja, élő legendája. Már most nagyon jól hangzik, pedig ez még csak a bemelegítés, pontosabban a beéneklés. Ezt is az alapoktól kell kezdeni, ahogy a kórus építést, amihez a vezető szerint sok munka, fegyelem és kitartás kell. Na, akkor nagyon nem akarom a kórust felállítani, mert akkor... Ezt én tudom, hogy jó van, nem? Itt nincs demokrácia, a karnagy a főnök. Így lehet, és így érdemes. Hazai és külföldi kórus találkozók, hangversenyek, emlékezetes fellépések, díjak és elismerések, majd idén tavasszal a szülőföld hálájaként jött a Szentesért emlékérem, mint egy születésnapi ajándék a kerek évfordulóra. Élem a barátság, élem a barátság.